Megbeszéljük. A vonalban Mihály Péter közgazdász, egyetemi tanár. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És arról szeretnék önnel elsősorban beszélni, de nem kizárólag, hogy az IMF a napokban tárgyalt a magyar kormány képviselőivel, és ki is adtak egy közleményt arról, hogy hogyan értékelik a magyar gazdaság alakulását. Tulajdonképpen viszonylag jó osztályzatot kaptunk. Voltak benne kritikák is, de volt benne elismerés is. A meglepetés talán az lehet az átlag olvasó és hallgató számára, hogy de mi közünk az IMF-hez? Hát kipateroltuk őket, a saját lábunkra álltunk, nem kell nekünk IMF, akkor mit szólnak bele abba, hogy itt hogy mennek a dolgok? Mit szólnak bele? Hát ezt annak idején is többen elmondtuk, amikor a kormány ezt a szerencsétlen megfogalmazást kitalálta, hogy kipateroltuk az IMF-et, hogy ilyen nincsen, mert hogyha nem lépünk ki a szervezetből, akkor a tagok módjára nekünk egyrészt lehetőségeink vannak, másrészt pedig évente felülvizsgálják a magyar gazdaságpolitika működését. És hát ez történt most is, nem is csak egy ilyen rövid futó látogatás, hanem március 5-től 17-ig, tehát majdnem két hétig itt voltak, és a szokásos alapossággal vizsgáltak meg mindent. Valójában semmi változás nem történt, hogy így mondjam, az önállóságunk tekintetében, azt követően, hogy kipateroltuk az IMF-et. Ez egy nagyon-nagyon szerencsétlen, és tárgyilag pedig teljesen félrevezető állítása volt a kormánynak. Na de ha politikailag bejött, akkor az IMF is tehet egy szívességet, meg mi is tehetünk. Ez egy másik kérdés, és nézőpont kérdése, hogy mi az, ami bejön, mi az, ami nem jön be. És ami a tartalmi részt illeti, az IMF, mondom, egyrészt kritikus volt, másrészt azonban elismerő is. Hát ne felejtsük el, és erről ritkán esik szó, hogy az IMF az nem egy általános jóléti nevelő tanácsadó intézmény. Nekik egyetlen fő feladatuk van, ez pedig a fizetési mérleg gondok kezelése, baj esetén a segítség. És miután most Magyarországon a fizetési mérleg rendben van, számukra az összes többi kérdés másod, harmad, negyedleges, nem ez a feladatuk, és az, hogy Magyarország növekszik-e, hogy Magyarországon igazságos-e a gazdaságpolitika, hatékony-e, ezzel ők nem foglalkoznak, mint hogy korábban sem foglalkoznak. Hát illetve megjegyzik, hogy szerintük igen-e vagy nem, de nem erre helyezik a hangsúlyt. És ezért nem is tesznek bíráló megjegyzéseket, tesznek bizonyos javaslatokat, mint hogy korábban is tettek a reformok irányába, amit a kormány vagy megfogad, vagy nem, de a fő vizsgálati szempont az a fizetési mérleg alakulása, és az most éppen rendben van, úgyhogy ők megnyugodva távoztak. Tehát, hogyha az ő felmérésük és vizsgálatuk alapján Magyarország nem kerül a közeljövőben az összeomló országok, vagy az összeomlással fenyegetett országok közé, amelyek nem bírják fizetni a számláikat, akkor tőlük tulajdonképpen mehet a dolog, még akkor is, hogyha ha nem mindennel értenek egyet, már pedig ezt tudjuk, hogy nem mindennel értenek egyet. De ha az IMF-fel ezek szerint sikerült egyfajta modus vivendit kialakítani, miért ne sikerült volna? Nyilván a kormánynak nem érdeke az, hogy most összeveszék a nemzetközi valuta alappal, hanem elfogadja például ezeket a látogatásokat és vizsgálatokat, akkor miért nem lehet az IMF-et is beállítani kvázi úgy, hogy na, őket pacifikáljuk az Európai Uniót is, tulajdonképpen mindenkivel lenyeletjük a gazdaságpolitikánkat, vagy lehet, hogy éppen ez folyik, és erre még jó is az IMF, hogy lám, ők is előbb-utóbb megbékélnek, elfogadják az unortodox gazdaságpolitikát is. Én azt hiszem, hogy erről szó sincsen. Itt nem elfogadásról vagy nem elfogadásról van szó, hanem egyszerűen arról, hogy ők betartják a diplomáciai játékszabályokat, és egy centivel sem mennek túl azon a határon, ami szigorúan véve az ő feladatuk. És ezt teszi az Európai Unió is. Az Európai Unióban nem teszik fel azt a kérdést, hogy épeszül-e a magyar kormány, mert ez egy diplomáciailag képviselhetetlen kérdésfeltevés. De azért az IMF az elmúlt napokban még egy ügy kapcsán foglalkozott Magyarországgal, legalábbis
az egyik emberüknek Washingtonban föltették a kérdést újságírók, hogy mit szól ez a Matolcsi botrányhoz, hogy a volt nemzetgazdasági miniszter az IMF-hez való fordulás még be nem jelentett elhatározását tudatta amerikai befektetési bankárokkal, és ezzel lehetőséget adott bennfentes valutakereskedelemre. Az illető azt mondta, hogy nem tud részletekről, de elvileg az nincs megengedve, vagyis tiltva van, hogy ilyen ügyekben a kormány képviselői bármit a nem érintettek, tehát az IMF vagy az Európai Unió képviselőin kívül másoknak is tudtára hozzanak. Hát ez megint egy olyan dolog, hogy a titoktartás és a gazdasági információk bizalmas kezelése az egy alapfeltétel, és az IMF-nél el sem tudják képzelni, hogy egy magyar pénzügyminiszter ezt a szabályt ne tartaná be. És amíg nincs erre konkrét, magnószalagos bizonyíték, addig nyilván az IMF is csak nagyon hümmög és csóválja a fejét, mert hát mit tehetnek? Bizonyíték nincs, a történet elég valószínűnek tűnik, de miután rögtön utána a magyar kormányzat ezt letagadta, ezek után hát ezt is fölírják maguknak, megemlékeznek rá, de ennél többet nem tehetnek. Akkor térjünk át egy másik eheti témára, erre a 3 milliárdos dollár kötvényre, amit rekordsebességgel bonyolítottak le, ennek a kibocsátását és jegyzését, ami egyrészt azt bizonyítja, hogy a magyar állampapírokat jelenleg veszik, némileg jobb feltételekkel is, mint tavaly. Az más kérdés, hogy némileg rosszabbakkal még, mint a bajnai időben kibocsátott kötvény. De azt mutatja, hogy Magyarország egyrészt természetesen hiteleket kényszerül felvenni, annak ellenére, hogy az IMF-et elküldtük, másrészt, hogy úgy látszik, többé-kevésbé bíznak a piacok abban, hogy megállunk a lábunkon, vagyis, hogy vissza tudjuk ezeket fizetni. Hát itt most egyszerűen nagyon sok tényt sorolt föl. Valóban a döntő kérdés az, hogy kaptunk hitelt, annak ellenére, hogy búvli kategóriában vagyunk, és erre a pénzre nagyon nagy szükség van, mert hogyha nem kapnánk új hitelt, akkor nem tudnánk az éppen lejáró hiteleket visszafizetni, vagyis csődbe mennénk. Még az is jó hír, hogy valószínűleg a kormány jó érzékkel az utolsó békeidő pillanatára időzítette ezt a hitelfelvételt, mert most azért az ukrajnai helyzet, az amerikai gazdasági helyzet, sok minden változik egyszerre, és lehetséges, hogy 2 hét múlva vagy 2 hónap múlva már nem tudtunk volna ilyen feltételekkel felvenni hitelt. Tehát ez nagyon jó. A baj azonban az, és ez az, amire már ön is utalt, hogy rettentő drága ez a hitel. Pontosabban ugye 2 hitelt is vettünk fel, egy 5 éveset, meg egy 10 éveset. Hát ennek a mostani hitelnek a kamata az úgy átlagosan majdnem 6%. Na most egy zsugorodó gazdaságból visszafizetni 6%-os kamatú hitelt az lehetetlen. És most hadd magyarázzak meg valamit, ami egy picit bonyolult, de azért szerintem a hallgatók követni fogják. Ugye dollárba veszünk fel hitelt, az dollárba kell visszafizetni. Akkor az azon múlik ennek a tehernek a nagysága, hogy a magyar gazdaság teljes termelése, az a bizonyos GDP, dollárban számolva, hogyan nő. Na most az a szomorú helyzet van, hogy 2013-ban a magyar GDP jóval kisebb volt dollárban kifejezve, mint 2008-ban. Tehát a tavalyi évben 130 milliárd dollár volt, 2008-ban 155 milliárd. Ó, az nem akármilyen különbség. Nem akármilyen különbség. Erre utalt, hogy zsugorodó gazdaság, igen. Mert ugye Orbánék azt mondják, hát most is nőtt a múlt évben, az utolsó negyed évben 2,7-del, hát, az egész évben 1,1-del, de ebből a szempontból ez teljesen lényegtelen. Ha dollárban számítva ez csökken, akkor ezt a dollár hitelt nehezen tudjuk visszafizetni. Ezt csak úgy tudja visszafizetni a magyar állam, hogy megvásárolja ezt a dollárt a gazdaság szereplőitől, a vállalatoktól, a magáztatásoktól, tehát hogy a forintot dollárra kell konvertálni, ahhoz nagyon sok adóbevételt kell beszedni, hogy ezt a 5, illetve 10 éves hitelt, ez az összesen 3 milliárd dollárt, majd annak idején vissza tudjuk fizetni. És hát itt jön elő az, amire ön is utalt, hogy
2010. januárjában, tehát amikor még a Bajnai kormány volt hatalmon, akkor ugyan a kamat maga ugyanilyen magas volt, akkor is nagyon nagy baj volt, 6% fölött volt a kamat, de akkor az egész világon magasak voltak a kamatok. És az amerikai összehasonlítható kamathoz képest, tehát amit az amerikai kormányzat vett föl a felhitelt. Az amerikai kamathoz képest így felár volt alacsonyabb. Az alacsonyabb most. Volt, mint most. Tehát, és ez tulajdonképpen a lassú halálhoz vezető út, hogy egyre drágábban veszünk föl hitelt, és muszáj felvenni hitelt, mármint ezt a 3 milliárdot muszáj felvenni, mert különben holnap csődbe megyünk. És ez az a pont, ahol érdemes ide kapcsolni a történethez a Paksot, ami ugye 10 milliárd eurós hitel, amit viszont nem lenne muszáj fölvenni. És azt is fölvettük, és annak is 5% körül van a kamata. Tehát egy zsugorodó gazdaság, amelyik egyre, most hadd mondjam ilyen csúnya szót, csak hogy könnyebben érthető, mert uzsora kamat szinten veszünk föl hiteleket. És akkor ez visszakapcsolódik az IMF-hez. Az IMF-től lényegesen olcsóban kaphatnánk hitelt. Csak legfőjebb egyeztetnünk kellene velük a gazdaságpolitikai lépéseinket, amelyek egyébként... Szintén, amelyeket valójában így is úgy is egyeztetünk. Meg kell tennünk, igen. Egyrészt egyeztetnünk, másrészt a józanész is megkívánja. Vagy ahol nem, vagy ahol vitatkoznánk, ott vitatkozni is szabad, és lehet. Persze. Miért ne lehetne? Nem ultimátumok és diktátumok szerepeltek. Egy dolgot még akkor, hogy hát nem közvetlenül kapcsolódik ehhez, de a katasztrofális lépések sorába tartozik egy mai hír, tudtunk erről eddig is, de ilyen pontosan még nem számolták ki, legalábbis a mai napig. A kormány ugye megvette egy orosz társaságtól a MOL részvényeinek 21%-át, talán még 2010-ben volt ez. Ez nagyjából 500 milliárd forintért, és a mai napig 226 milliárdos veszteséget könyvelhettünk el belőle. Tehát lényegében majdnem felére zuhant a MOL részvények értéke a kormányzat az állam kezében. Ez elég drámai, megint csak. Persze, ezek mind veszteségek. Hát közvetlenül nehéz összehasonlítani ugye a hitel felvétellel kapcsolatos kamatköltségekkel, de az biztos, hogy a magyar adófizetők pénzét a kormány befektette, vett rajta ugye MOL részvényeket, és hát rosszul spekulálték hozzá, katasztrofálisan rosszul. De erről keveset beszélünk természetesen, és az emberek nem is érzik közvetlenül a zsebükön. 226 milliárd ide vagy oda, miközben ez egy nagyon félre sikerült befektetésnek látszott. Hát a MOL állapotáról meg helyzetéről most akkor ezen kívül is lehetne beszélni, a dolgok nyilvánvalóan össze is függnek, de mintha a magyar... Ráadásul ugye ne felejtsük el, hogy a MOL az ország legnagyobb vállalata. A magyar kormány ezzel a nagy részesedésével, mintha nem tudott volna sokat tenni annak érdekében, hogy a MOL biztosabban álljon a lábán, akár Horvátországban, akár egyébként, mert láthatóan sok gond, sok nehézség sújtja ezt a nagy vállalatot. Igen, igen. Amikor egyébként is nehéz a helyzet, és akkor az ország legnagyobb vált a nagy bajban van. Egyébként, ha már nagy váltokról beszélünk, akkor érdemes visszautalni, az is az elmúlt hetek híre volt, hogy ugye a tőzsdén szereplő magyar nagyvállalatok közölték az előző évi számaikat, és lényegében minden tőzsdei nagyvállalat rossz évről számolt be. Hát hogy lesz itt gazdasági működés, hogyha az ország nagyvállalatai, akik mégis húzzák az országot előre, azok évről évre rosszul szerepelnek, csökken a nyereségük, a termelésük alig nő. Hát ez is egy újabb dimenziója a problémáknak. Köszönöm szépen, Mihály Péter egyetemi tanár. Viszont hallásra! Viszont hallásra, nagyon szívesen!